tegnap volt, hogyha emlékeznek, téma, és szemléztük is, hogy már bérápolónőket vesznek föl a kórházakban, akkor a hiány ápolónőkből. Ezzel a témával fogunk most foglalkozni a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnökével, Eisenhower-né Fürdös Andrával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Olyan hírek láttak napvilágot, hogy krízis helyzet van, mert már a minimális szintnél is 30-40%-kal kevesebb az ápolónő a budapesti, illetve a vidéki kórházakban, és ezért foglalkoztatnak bérnővéreket, ami hát sokak szerint nyilván nem egy jó megoldás, mert ők ott vannak bizonyos ideig, de nincs helyismeretük, tehát ez egy kényszerhelyzet. Mennyire bevált ez a gyakorlat? Hát azt mondható, hogy a budapesti kórházakban elég sok intézmény igénybe veszi a bérnővérrendszert. A vidéki kórházakra ez kevésbé jellemző. Ott inkább az orvoshiány, ami meghatározza ezt a rendszert. És más intézetekből, akár Budapestről is vidéki kórházakba részmunkaidőbe vagy szerződéssel az orvosok lemennek. Budapesten a szakdolgozói hiány az, ami nagyon nagy mértékű, és ezért több intézmény veszi ezt igénybe. Ez elsősorban a szakdolgozókon belül az ápoló személyzetre jellemző, de ezen kívül sajnos például az anesztézia is ide tartozik, tehát nagyon sok anesteziológiai asszisztenst is bérelnek. Ez a bérnővérrendszer tulajdonképpen magával hozta az egészségügyi dolgozóknak a hiánya. Fontos tudni, hogy valóban ez a rendszer nem jó, de sajnos egy kényszer megoldás. Miért éri meg inkább bérnővéreket foglalkoztatni egy kórházban, mint fölvenni őket hosszú távra, hogyha amúgy is hiány? Nem az a probléma, hogy nem éri meg, vagy megéri, hanem egyébként többet kapnak sajnos, és ez is bérfeszültséget okoz a kórházban dolgozó ápolók között, illetve a bérnővérek között. Ez sokszor sajnos konfliktus forrása is, hogy azt mondják. Ez számomban mit jelent? Hát másfélszeresét kapják ugyanazért a munkáért. Mondjuk konkrétan mennyit visz haza egy nővér átlagosan? Ha bérnővér, és hogyha nem bérnővér, hanem hát a bérnővérek órabérben vannak, tehát ahány műszakot dolgoznak, annak megfelelően visznek haza bért. Ezt nem feltétlenül egy munkahelyen, hanem a bérnővér az egyik nap egyik kórházban van, másik nap másik kórházban, de vannak azért olyan bérnővérek, akik fixen egy vagy két helyre mennek dolgozni, tehát egy idő után lesz helyismeretük. Ez azt jelenti, mondjuk egy nappali műszakért általában 10-11 ezer forintot, egy éjszakai műszakért 12-13 ezer forintot kap egy bérnővér, és az anesztézia az olyan 14 ezer forint per 12 órás műszak. Uh-huh. Ez körülbelül, ez nyilván attól függ, hogy hogyan állapodik meg a bérnővér KFT, illetve az intézmény. Tehát erre is már ugyanúgy lehet pályázni, tehát nagyon fontos azért itt is az ár, de azért a bérnővérek tudják, hogy van tárgyalási alapjuk, tehát azért igyekeznek ők is minél több pénzt a rendszerből ki. Venni. És akkor ehhez képest? A nővérek mondjuk, ha ugyanezt vesszük, 8-9 ezer forint. Uh-huh. De van, hogy kisebb összeg, attól függ, hogy milyen intézményben, szociális szférában például jóval kevesebbet keresnek. Ilyen alapon akkor miért nem megy el minden nővér bérnővérnek? Hát nem mindenki bírja a változást. Tehát ugye nagyon fontos, hogy azért egy fix, egy jó munkahely, hogyha van egy munkaköri légkör, azért az meghatározza az ápolónak az egész napi munkáját, hangulatát. Ez az egyik, a másik pedig nem mindenki tud olyan gyorsan alkalmazkodni a helyi körülményekhez, azért ehhez egy jó szakmai hozzáértés, tehát magas színvonalú szakápolói képzés lenne elvileg a jellemző, de sajnos azért azt látjuk, én is ebben a rendszerben dolgoztam és dolgozom most is, tehát már nálunk bérnővérként? Is. Már nem, hanem hogy vannak nálam is bérnővérek, ahol abban az intézetben, ahol én dolgozom, és azért nagyon sok hátrányát is látjuk. Hiszen valóban oda jön a nővér, nem ismeri, körbe kell vezetni, el kell mondani, ez plusz terhet ró az ott lévő ápolókra is, hiszen minden nap újra el kell mondani X nővérnek, hogy akkor mit hol talál. Akut eseménynél ez a probléma inkább, hogy nem tudja, hogy kit értesítsen, hova szaladjon, mit hol talál, tehát ezek a mindennapi problémái a bérnővérnek, illetve az, hogy nem érzi sajátjáinak. Tehát le tudja a 12 órát, és tulajdonképpen utána a felelősség az ott marad azokon, akik ezt ott vannak. Ezt a beteg vannak. Is érzi, hogy ővel egy bérnővér foglalkozik, vagy egy olyan, aki ismeri jól a kórházat? Hát nyilván, ha visszatérő beteg, akkor ezt érzékeli. Az akut betegellátásban pedig esetleg a stílusban vagy a hozzáállásban alakul ki. Tisztelet a kivételnek, vannak nagyon tisztességes, nagyon jó bérnővérek, de azért legtöbbször azt mondják, hogy X nővér, X műszakban, és akkor sajnos az ember végig gondolja, hogy ki volt az, és előfordul sokszor, hogy nem a saját nővér az, aki a problémát okozza. De hát ez természetesen egyéntől függ, tehát nem a rendszertől, hanem mindig a személyiségtől. Nyilván ezt a
problémát akkor lehetne megoldani, hogyha tisztességes bért kapnának a nővérek, de hát azt lehet olvasni, hogy mondjuk egy, nem tudom, 8 órában az IKEA-ban dolgozó valaki az 250 000 forintos bruttót kaphat, és ehhez képest egy nővér most hol tart? Mert ugye az fontos, hogy azért folyamatosan próbálnak béremelést adni az egészségügyi kormányzatnál a egészségügyben dolgozók felé, de ezek szerint ez még kevés. Mennyit kap most egy nővér ehhez képest? Tehát mondjuk, ha azt nézzük, hogy egy középkategóriás szakápoló, egy úgynevezett OKI ápoló mennyi bért keres, túlórával együtt és pótlékokkal átlagban 165 000 forint nettó fizetést kap. Uh-huh. KSH adatai is ugyanezt az átlagot mutatják, tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon kevés a megélhetéshez, és mindez túlórával, tehát 40-50 túlóra is akár előfordulhat egy hónapban, de sajnos a szaknővér hiány azt is mutatja, hogy akár ugye ez önkéntes túlmunka, 32 órára kötelezhető a dolgozó a törvény szerint, de ez felőtt úgynevezett önkéntes túlmunkát kénytelenek az emberek, a nővérek vállalni, azért, hogy a betegellátás az folyamatos legyen. És erre nem mondhatja azt, hogy nem? Mondhatja, ezért hívják önkéntes túlmunkának, tehát ezt aláírja tulajdonképpen, de gyakorlatilag, hogyha nem dolgozna önkéntes túlmunkában, akkor nagyon sok munkahelyen ez nem tudna működni. Uh-huh. Én olvastam egy olyan OECD kutatást, amiből az derült ki, hogy a hazai ápolók egészségügyi szakszemélyzet a hazai átlagkereset 0,8-szorosát kapja meg, ami ugye azt jelzi, hogy nem becsüljük meg eléggé az egészségügyben dolgozókat. De ahogy már mondtam, a kormány folyamatosan próbál béremelést adni. Ezt érzik azért az ápolók, illetve a szakszemélyzet? Hát bizonyos területeken érezhető, de azt gondolom, hogy ez az átlagos 26-24%-os béremelés, ez azért nagyon kevés, hiszen nagyon alacsony volt a bére, tehát nagyon alacsony volt a szakdolgozóknak a bére, tehát ez az emelés, ez borzasztóan kevés. Tehát hogyha az előre tervezett kormány általi béremelést összesen körülbelül az alapbérhez képest, tehát az akkori alapbérhez képest, mikor elindult az emelés, 30%-kal fog nőni átlagban, akkor azt kell mondjam, hogy még így is a nagy átlag alatt marad. Ugye ehhez a 165 000 forinthoz képest körülbelül a harmadik rész, mire ugye az emelés megtörténik, körülbelül 215 000 forint nettó bért fog jelenteni egy középkategóriás, tehát OKI szakápoló nővérnek, aki körülbelül 10 éve van a rendszerben, de mindezt ugye tudni kell, hogy ugye túlóra és bérpótlék mellett. Ezen kívül ugye nagy problémát okoz az is, hogy több műszakban dolgoznak a nővérek, hétvégén is ünnepnap, hiszen a nővéreknek nincsen pihenő, mert a betegek folyamatosan ellátásra szorulnak. Tehát sajnos a családi életük az is általában rámegy erre az egészségügyi szakmára. Tehát nagyon sok olyan kollégám van, aki egyedül neveli a gyermekét, nincs férj évek óta, tehát ez is azért nagyon nagy problémát okoz, hogy ebben a rendszerben dolgozók azért a családjukat nagyon, nagyon háttérbe tudják szorítani. A munkaerőhiányra megoldás lehet ezen a területen az, ami azért már fölmerült, hogy a nyugdíj melletti foglalkoztatás korlátozását feloldják. Igen. Mindenképpen, hiszen annyira kevés a szakember hiány, hogyha azok az emberek, akik elmentek nyugdíjba, nem jönnének vissza a rendszerbe, akkor duplájára növekedne ez a nővérhiány, ami jelenleg is van. És tényleg ez tömeges, tehát valaki nyugdíjasként, nem tudom, 65-70 évesen bírja ezt a munkát? Abszolút. Azért ez elképesztő. Így van. Sajnos ez kényszer, tehát ez anyagi kényszer alapján? Egyrészt, tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudnak megélni, másrészt viszont nagy a presszió az intézmények és az osztályok részéről, hogy jöjjenek vissza, hiszen nincsen, aki helyett beálljon. Nagyon kevés a fiatal, aki az egészségügyi pályát választja, pontosan azért, mert nincsenek benne kilátások, nincsen benne jövedelem, illetve hát ugye azért ez egy nagyfokú elhivatottságot is igényel, emberekkel való foglalkozás. A 215 000, amire mondta, hogy a béremelés végén számíthatnak, ehelyett mekkora lenne az az összeg, ami már elegendő lenne és perspektíva? A szakszervezetünk pontos adatokat szeretett volna tudni, hogy mennyi lenne az elegendő összeg, amit mi, vagyis a dolgozók megfelelőnek tartanak. Ezért egy online kérdőívet készítettünk, amiben többek között ezt is megkérdeztük, hogy mennyi lenne az a bér. Azt lehetett látni a kérdésre adott válaszok arányában, hogy körülbelül az 52%-a a válaszadóknak 200-300 000 forint közötti összeget tartana megfelelőnek, ami azt gondolom, hogy nem egy elérhetetlen összeg. Tehát ha most azt veszük figyelembe, hogy 215 000 lenne ugye a harmadik lépésben a béremelés, akkor ez a 300 000 forint már nincsen olyan nagyon messze tőle, de azért a számlákat valamiből ki kellene fizetni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, ennyire jutott ma időnk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.